Köszöntöm a Cikádol magazin minden nézőjét! Vízkeresztől, azaz január 6-ától vette kezdetét a farsang és ezzel együtt a báli szezon is. Váltaszéken már hagyomány, hogy iparos bált szerveznek. Idén színvonalas műsorral készültek, mivel a Sundance Tánc Sportegyesület latin táncosainak fellépésével kezdődött az est. Majd élőzene kíséretében folytatódott a szórakozás. A Sundance Tánc Sportegyesület latin tánc előadásával kezdődött Bátaszéken az iparos bál. A Bajai Székhelyű Egyesület először lépett fel Bátaszéken. Mindig nagy várakozással tekintünk ezekre az előadásokra, és nem csak azért, mert új helyen vagyunk, és új rendezvényeket látunk, hanem azért is, mert olyan emberekkel találkozunk, akikkel előtte még sohasem, olyanok látnak minket, akik esetleg még nem láttak minket eddig, és persze nagyon nagy öröm az is, hogy úgy kérnek fel minket egy előadásra, hogy bíznak abban, hogy valami jót fognak kapni, hogy jó hírünk van ezek szerint, hogy elhívnak minket, úgyhogy reméljük, hogy megszolgáljuk majd ezt a hírt, és hogy tényleg egy nagyon nagy latin showt fogunk itt majd előadni, mert egyébként latin és standard versenytáncosok a gyerekek, illetve vannak felnőtt csoportjaink is, most kifejezetten a fiatalokkal fogunk jönni, három párral fogunk táncolni, a többiek majd később csatlakoznak az este folyamán a többi fellépéshez, de most úgy gondoltuk, hogy tényleg elhozunk egy olyan bandát, akik egyébként versenyekre is járnak, lesznek show elemek a koreográfiákban is latin táncokat táncolunk most, tehát nem lesznek keringők, azt majd csinálják a résztvevők, akik a bálba jöttek. Mivel egy évente nagyon-nagyon sok versenyen veszünk részt, tehát több száz eredményünk van éves szinten. Majdnem minden második hétvégén versenyre járunk. Területi bajnokságokat nyernek a táncosok, országos bajnokságokat nyernek, tehát nagyon-nagyon komoly és nagyon sok versenyre jár egyébként a csapatunk, úgyhogy ez egy más terep, nagyon más, mint a versenyzés, nagyon más, amikor egy sportcsarnokban kell táncolni, mint amikor itt mondjuk most azok előtt, akik tényleg azért jöttek ide, hogy ők is jól érezzék magukat, mi is megpróbáljuk őket szórakoztatni, és talán egy kellemes estindítót fogunk majd nekik idehozni. A Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete idén 18. alkalommal szervezte meg a bált. Több olyan pár is volt, akik már évek óta rendszeres résztvevői az iparos bálnak, mert ahogy mondják, érdemes visszatérni, hiszen nagyon jó hangulatban kikapcsolódnak és mulatnak régi barátaikkal. A párom az iparos testület tagja, és így aztán minden évben eljövünk ebbe a buliba. Nagy öröm itt lenni mindig, mert nagyon sok ismerőssel találkozunk. Mi nem tőzsgyökeres bátaszékiek vagyunk, és öröm itt találkozni a bátaszékiekkel. Ismerkedünk, új arcokat is sokszor látunk, és a régi barátainkkal együtt jövünk ide a bálba. Mindig van valamilyen meglepetés, úgyhogy most is nagyon várom. Általában gyerekek jönnek, nagyon édesek voltak a tavalyi csapat is, és remélem az idén is lesz valami meglepetés. A párom mindig hoz tombola ajándékot, úgyhogy mi azért ebbe beszállunk, de mi nem nagyon szoktunk nyerni. És érdekes, a barátnőm mindig nyer többet is. A jelenlegi és egykori elnök szerint is a rendezvény célja, hogy egy színvonalas este keretein belül régi és új tagok együtt bálozva ismerkedjenek, valamint az is, hogy a mindenkori új év jól induljon. A bál mellett az iparos házban szervezett eseményeken van lehetőség a közös találkozásra. Én úgy érzem, hogy beérett az, amit mi évek óta, évtizedek óta vagy évtizede már szerettünk volna kérni, illetve szerettünk bemutatni, hogy legyen egy színvonalas bál. Ami ételbe és italba is úgy néz ki, hogy széles kínálatot takar, az étel a svéd asztalos, tehát a hideg, a meleg étel, az előételek, ezek mind szerepelnek a repertoárban. Megpróbálunk jó zenekart hozni, és nem utolsó sorban az ipartestület csapat egy jó csapat, és szeretünk együtt lenni, szeretünk mulatozni. Az iparos házban van egy iparos házunk, amit mi építettünk föl, szinte olyan évente, olyan 10-12 alkalommal van a rendezvényünk, és péntekente, minden este van egy kártyajáték, amit most már 20 pár éve folyamatosan minden pénteken azt játszunk, iszünk egy-két pohár bort mellette, elbeszélgetünk,
és jól érezzük magunkat. Amikor vannak a rendezvények, ilyen sportrendezvények, május első rendezvények, akkor a tagok és tagok családjai is eljönnek, és így vagyunk együtt, és szeretünk együtt lenni tényleg. Eddig a Kultúrotthonban most már harmadik éve rendezzük itt az iskolába. Úgy néz ki, egyre népszerűbb a bál, egyre többen vagyunk, így a Kultúrotthonban már nem férünk el, és azért kénytelenek voltunk idejönni. Látszik, hogy a tagok, a tagság és a kedves barátok azért szeretik ezt a tavaszi farsangolást, ezt a kikapcsolódást, ezt a bálozást, ezt a báli zenét. Lesz tombola, egy nagyon jó fergeteges zenekar jött Pécsről, érkeztek. Csak jókat hallottunk róluk, még nem voltak, először vannak itt nálunk. A tomboláról annyit, hogy mivel minden évben válunk egy sertést, és annak a két sonkája lesz a tombolán a főnyeremény, és kis kolbász, meg hát minden iparos, minden vállalkozó, amit épp fel tudott ajánlani. Mindenki hozzájárult egy kicsit az esthez, hogy mindenki egy kis ajándékot távozzon, ne üres kézzel. Az ipartestület közel 125 éve tevékenykedik Bátaszéken, segítve ezzel a település iparát és kézművességét, valamint vállalkozóit. A Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete idén 18. alkalommal szervezte meg a bált, melyen közel 200-an vettek részt. A nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre új, nagyobb helyszínen kerül megszervezésre a bál. Országszerte 14 településen, többek között Bátaszéken is előadta a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium Invictus a legyőzhetetlen című műsorát. Az előadásban bemutatkozott az ifjúsági szimfonikus zenekar, valamint a táncosok és a drámatagozat is. A zene, a tánc és a dráma hármasa mindig is fontos szerepet töltött be az emberiség életében. Aki ezek közül valamelyiket hivatásszerűen űzi, rengeteg gyakorlásra és elhivatottságra van szüksége ahhoz, hogy sikereket érjen a pályáján. Fontos, hogy ezt fiatalkorban eldöntse a diák, szeretne ezzel foglalkozni. Többek között ezért is tartottak a Pécsi Művészeti Gimnázium diákjai ifjúsági hangversenyt a bátaszékieknek. A szimfonikus zenekar vezetője azt mondja, különleges élményben részesítik a hallgatóságot. Egy különleges produkciót hozott a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium erre az ifjúsági sorozatra, melyben a dráma, a tánc, a zene együtt szerepel egy színpadon, egy közönségnek igazából. Azt kell mondani, hogy a műsornak a címe az, hogy legyőzhetetlen, de a tánc és a zene együtt, úgy gondoljuk a drámával együtt, így legyőzhetetlen ez a produkció. Ebben szerepelnek csárdások, polkák, modern balett a színpadon, és közben a gyerekekkel interaktív beszélgetés folyik a számok között. Szilágyi Lajos azt mondja, nem véletlen, hogy előadások központi tematikája a legyőzhetetlenség. A programban több olyan rész is helyet kapott, mely kapcsolódik a történelemhez, a kultúrához és a zenéhez egyaránt. Fogunk játszani Johann Strauss-tól csárdást, fogunk játszani egy bajor polkát, ami egy harsonas szólós darab Tarlós Bence előadásában. Harmonika is szerepel a fúvós zenekarban, mert ugye ez egy fúvós zenekari produkció, a Pécsi Művészeti Symphonic Band központi szereplője ennek az egész produkciónak. Emellett még játszunk Philip Sparktól egy Invictus darabot, amivel kezdjük az a nyitányunk, az a legyőzhetetlen, tehát ez adta a címét is a produkciónak. A végén játszunk Márqueztől egy danzont, ami úgy gondolunk, hogy ez a latin-amerikai zene, ez meg a táncot és a zenét együtt teszi legyőzhetetlenül, és azért illesztettük oda, de van egy Jakob de Haan darab is a produkcióban, ami Diogenész néven szerepel, és itt pedig a Nagy Sándor és Diogenészről esik szó, akik szintén legyőzhetetlenek voltak. A pedagógus szerint fontos, hogy fiatalabb korban elkezdjék a zenei nevelést, ugyanis ekkor már kialakulhat egy kötődés a dallamokkal, és ez egész életre meghatározó élmény a fiatalok számára. Óriási lehetőség, beleláthatnak egy picit a szakmába, hogy milyen az, amikor nem csak egyszer és a saját közönségüknek otthon, iskolafalakon belül szerepelnek és állnak a színpadra, hanem kijuthatnak, és egy egész megyében a gyerekeknek azok elvihetik a zenét, akik esetlegesen majd művészeti gimnáziumba kerülnek tanulónak, vagy ezáltal olyan élményekkel gazdagodnak, amit élő zenét nagyon ritkán hallanak a gyerekek, és így ilyen formában szerintem ez egy óriási dolog mind a mi növendékeinknek, mind azoknak a gyerekeknek, akik hallgatják ezeket a produkciókat. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen a gyerekek számára a legfontosabb dolog, hiszen a zenei
tanulás segíti legjobban elő a képességeiket, hogy az általános iskolában is sokkal gyorsabban tudjanak tanulni a memóriákat. Összekapcsolódik a motorikus képességük, a hallásuk, a gondolkodásuk, és ezáltal sokkal nagyobb lehetőségeik lesznek az életben is. Hát, ha még tehetségesek is, és esetleg zenészekké válnak, az még csodálatos dolog. A diákokat kísérő pedagógus Kocsisné Tóbi Zsuzsanna is egyetértett pécsi kollégájával abban, hogy a 21. században egyre inkább értékét veszti a zenei nevelés. Ezért jó, hogy vannak ilyen alkalmak, amikor fel tudják hívni a fiatalok figyelmét a muzsikára. A pedagógus kiemelte, azért is fontosak ezek a hangversenyek, mert a diákok átélhetik egy ilyen esemény varázsát, és akár közelebb is hozhatja ez őket a zenéhez. A mai gyerekek nagyon ritkán jutnak el hangversenyre a szüleik által. Én azt gondolom, hogy egyre kevesebb az igény, főleg itt a mi környezetünkben arra, hogy a élő zenét hallgassanak a gyerekek. Most ha énekkorán hallgatunk zenét, az is ugye csak az éterből jön hozzájuk, és hogy közelebbről is megismerkedjenek az élő zenével, ez szerintem nagyon fontos, és hogy ilyen élményekben is részük legyen. Bátaszéken mindig is nagy jelentőséget tulajdonítottak a kultúra támogatásának. A cél, hogy a gyerekek igényes rendezvényeken vegyenek részt, mert ez ad egyfajta mércét saját kultúrájuk kialakításához. Számunkra nagyon fontos, hogy a kultúra különböző szegmenseibe beavassuk a hozzánk érkezőket, legyenek azok diákok, felnőttek, vagy éppenséggel a nyugdíjas korosztály. Éppen ebből a megfontolásból gondoltuk úgy, hogy teljesen ingyen és bérmentve nyújtunk helyszínt az ifjúsági hangversenyeknek, a filharmóniai előadásoknak, mert azt gondoljuk, hogy ez is az életünk szerves része, és nem csak a magyar, hanem az egyetemes kultúra része, amely számunkra nagyon fontos, és ezzel is igyekszünk hozzájárulni a gyermekeknek, a diákoknak a fejlődéséhez, és ahhoz, hogy az ismereteik is, mondjuk akár a kultúráról, sokkal szerteágazóbb legyen. A Pécsi Művészeti Gimnázium előadásán dugig megtelt a Bátaszéki Művelődési Ház nézőtere. Az általános iskolásoknak helyenként vicces, néha komoly témákat adtak elő a pécsi művészeti is gyerekek. A Bátaszéki Általános Iskola névadójáról, Kanizsai Dorottyáról elnevezett tanításmentes Dorottya napon minden évben nagyszabású kulturális gála zajlik az ünnepség helyszínén, a Kalász János sportcsarnokban. Az idén egy olyan színdarabot állítottak össze az irodalom és történelem szakos pedagógusok, amelyben a mai nyelvezettel, szóhasználattal ironikusan, olykor önironikusan is megidézték a politikus hősnő korát, amivel, mint utólag kiderült, nagy sikert arattak a diákok. Jó néhány a kultúra különböző területeit átfogó vetélkedő zajlik a Bátaszéki Általános Iskolában a névadó Kanizsai Dorottyával kapcsolatosan egy-egy tanévben. Van egy olyan tanításmentes nap is, amikor színes az iskola tanulói által bemutatott nagyszabású kulturális műsorral emlékeznek meg minden évben a 16. század a török idők egyik magyar hősnőjére, a jobbágyok az elesettek felkarolójára, a mohácsi csata áldozatainak eltemettetőjére, Kanizsai Dorottyára. Az iskola igazgató Mészáros István megnyitó beszédében most is nagy-nagy büszkeséggel és empátiával szólt arról, hogy intézményük annó tudatosan nem férfi személyiséget, hanem egy hősnőt választott névadójául a magyar történelemből, amivel példát szeretnének mutatni arra, hogy igenis vannak olyan hősnők is, akik talán méltatlanul a háttérben maradtak az évszázadok során. Ilyen az igazgató meglátása szerint a Vas megyei származású arisztokrata politikus hősnő Kanizsai Dorottya. Miért van ez? Talán kevesebbet tettek nemzetükért, hazájukért? Természetesen nem. Ez így nem igaz. Sőt, elmondható, hogy a kérdés ilyeténképpen való feltétele hamis következtetésekre vezetne bennünket. Az elmúlt századok férfi központúak voltak. A nő társadalmi, politikai, akár kulturális szerepvállalására alig adódott lehetőség. A zenés, énekes, táncos, hangszeres produkciók között egy színdarab párhuzamot állított a mai fiatalok és Kanizsai Dorottya korának gondolkodása között a humor, az önirónia eszközeivel, a fiatalok saját koruk kritikájával is rámutattak a 16. század ma is érvényes örökbecsű erkölcsi értékeire. Hát ti mit csináltok? Most hozta Judit néni a Kanizsai Dorottya versenyre az anyagot.
Én úgy emlékszem, tavaly is voltál. Mindent elfelejtettél? Csak az maradt meg, hogy a Mohácsi csata után eltemettette a halottakat. A nagyasszony nem csak avatakkal volt nagy lelkű. Az a hír járta róla, hogy minden jót, amit kapott, ezerszeresen adta vissza. A mindennapi helyzet, amikor találkozunk különféle nevelési problémákkal, és hogy hogyan, milyenek a mai gyerekek, mennyiben változtak az utóbbi 20 évben, és innen jött az ötlet, hogy hát még akkor 500 évvel korábban milyenek lehettek, és innen már nagyon sok segítséget kaptam a gyerekektől, az ő ötletük volt az időkaputól, az időutazásig, és igazából egy csapatmunkával jött létre ez a mai előadás. Általában az iskolai nevelésnek egyik sarkalatos pontja, hogy amivel kezdtem a mondatomat, maga a nevelés. Mai korban sajnos a családok egy részénél ez nem igazán működik. Vagy elnézést a kifejezését csökkentett üzemmódban működik. Tehát kénytelen az iskola mintát példát adni, és olyan példát, amit a gyerekek követhetők, és pozitívan tudnak megélni. Tehát olyan személyiségé válik a gyerek a példát követően, ami a társadalomnak és saját magának is hasznos. Természetesen kézenfekvő, hogy az iskolánknak a névadója ilyen személyiség volt, és az ő történelmi cselekedetein, tettein, életpályának áttekintésén keresztül tudunk példát mutatni, egy, ha úgy tetszik, egy nevelési eszményt ideált a gyerekeknek, és ezt megélni. Tehát ezért szervezzük jellemzően ezt a Dorottya napot. Ennek keretében lépett fel az iskola méltán híres, újabb fejlődési szakaszában érő modern táncsoportja is. A balett mozgásokra építő szólótáncokat, duetteket és egy csoportos produkciót is láthattunk ezúttal tőlük. Három korcsoportban működik a modern táncszak Bátaszéken. Alsósok, fősösök és középiskolások. Ez heti kétszer másfél órát jelent minden csoport részére. Felmenő rendszerbe dolgozunk, tehát a kisebbek belenőnek, és jövőre várjuk az utánpótlás csapatot az óvodásoktól, az kisiskolásokig, akik indulnak majd, hogy ők is kezdjenek el modern táncolni. A most látottak, azok gyakorlatilag a tanulmányi verseny koreográfiáiból egy-egy korosztálynyi anyag volt, illetve egy kis saját etűd és egy koreográfia, ami a tavalyi táncművészeti fesztiválon is szerepelt. Jelenleg nagy erőkkel dolgozunk, hogy a szekszárdi országos táncművészeti verseny elődöntőjén szerepelhessünk, és utána, hogyha tovább jutunk, akkor megyünk az országos döntőbe, illetve majd májusban Pécsre a regionális versenyre. Az idei Dorottya nap a névadóhoz kapcsolódó széleskörű irodalmi, történelmi és sportvetélkedők a meghirdetett rajzpályázat nagyszabású ünnepélyes eredmény hirdetésével zárult a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolában. Azoknak az úszóknak és karate versenyzőknek szervezett partit a Bátaszék Sportegyesület, akik nincsenek úgy reflektorfényben, mint a bajnokok, dobogós helyezettek, de eredményeikkel, megbízhatóságukkal nagyban hozzájárulnak a két szakosztály fejlődéséhez, azok sikerességéhez, akik fontos láncszemei a csapat kategóriában elért eredményeknek. Két hónap reforgás alatt immáron harmadszor is a helyi sportélet képviselőire fókuszált a bátaszéki közélet. A decemberi nagyszabású díjkiosztó gálát az egész klub valamennyi szakosztályát áthogó sportbál követte. Most pedig az úgynevezett BSE parti, a Bátaszék ESE két szakosztályának egyáltalán nem a különszködés jegyében zajló külön bulia volt. A karatésoké és az úszóké. Csepecsen mellesleg mindkét szakosztály szakmai munkáját a klub elnöke Nagy Ákos irányítja. Azokat kívánják ilyenkor megszólítani, mi több reflektorfénybe helyezni, akik nem kirakat emberek, de szakmailag, erkölcsileg nagyon fontos láncszemei a BSE említett két szakosztályának.
itt egy nagyobb létszámú díjazás született, hiszen mind a sportgálán, mind a polgármesteri fogadásokon mindig egy kisebb kör válik díjazottá, és mi senkit nem szeretnénk kihagyni, mivel azért minden gyerek, nagyon sok sportoló letett a névjegyét, nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten. Ezt próbáljuk egy kicsit pótolni ilyenkor. A WKF-rendszerű karatéban a bátorszéki vadósok a generációváltás után is a visszatérő felnőtt versenyzőik csatasorba állításával is a legjobb ötben vannak ma is országosan. És most már vannak olyan úszóik is a bátorszékieknek, akik az országos diákolimpián is képesek a döntőbe kerülni, és ott a dobogós helyekért küzdeni. Tavaly a Fodermeier Panni az 1.17-es idejével a negyedik korcsoportos hátúszásba első helyre lett rangsorolva, de egy kicsit felemésztette az 50 méteres medence győrbe, és 1.19-et tudott produkálni, amivel az ötödik helyen végzett az országosan. Most a Fodermeier Panni 2 másodperccel tud jobbat, mint tavaly, tehát 1.15-öt tud. Azt gondolom, hogy ezzel megint az első helyek egyikére lesz rangsorolva, meglátjuk. Most szisztematikusan fogunk készülni, próbáljuk őt 50 méteres medencébe is mérni majd, meglátjuk, hogy ez mire lesz majd elegendő, bizakodóak vagyunk. De ugyanígy a negyedik korcsoportos lánygyorsváltó is egy komoly esélyes. A lánycsapatunk tavaly 2.21-es idővel jutott az országosba, az országosan 2.19-et tudott produkálni, amivel 9. helyen végzett. Most ezek a lányok egy kicsit más összetétellel 2.12-t úsztak a megyein. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobb ötbe nagyon komoly esélyük van bejutni, de aztán ott minden a vízben fog eldőlni, hogy ki az, aki ezt a fél másodpercet hozzá tudja tenni, vagy ki az, aki akár a nyomás okozta stressz miatt fél másodpercet eldob magától. Több olyan szülő is részt vett a gálán, akinek a gyereke vagy úszik, vagy karatézik, vagy éppen mindkét szakosztály edzéseit látogatja. Az Izsák név már karatéból ismert, a szülőknél abszolút prioritást élvez a sport a gyerekek nevelésében. Két lányom van, egy fiam, de ebből a két nagyobbik, ugye a legnagyobb a Bence, a középső a Fruzsina, ők karatéznak természetesen. A tanulás lovására azért annyira ne menjen, de támogatjuk természetesen, úgy, hogy az EB indulásukat is, mindenben, amire úgy látjuk, hogy reálisan van esély, és ők teljes erővel azon dolgoznak, hogy ez működjön, addig támogatjuk, de mindenféleképpen neki teljes erőbedobással kell dolgozni ehhez. A karaté és úszó BSE parti, maga buli jó lehetőséget teremtett arra is, hogy a két szakosztály versenyzői, főleg azok, akik nem egy osztályban, esetleg nem egy iskolába járnak, egymáshoz közelebb kerüljenek, hova tovább egymás szurkolóivá váljanak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!